Tehát akkor most Robi és Péter az abortuszról fog beszélgetni. Ha? Szerintem én nem nagyon fogok tudni szóhoz jutni, bármennyire is szeretnék majd. Mindketten a legnagyobb vehemenciával védik majd a saját álláspontjukat. Én a magzatot fogom védeni, nem a saját álláspontomat. A magyar társadalom túl van ezen a kérdésen már. Ugye 1992-ben a KDNP benyújtotta a számlát, hogy részt vett a koalícióban, és akkor fel kellett melegíteni ezt a dolgot, ami szerencsére akkor már Európa Jobbik részein úgy tűnik, hogy legalábbis jogi értelemben megoldódott. Ezt különben nem tudom, miért mondjuk, hogy Európa Jobbik része. Kezdem azt gondolni, hogy nincs Jobbik része. Szerintem jobb helyen vagyunk. Tehát az történt, hogy egy hosszas történelmi fejlődés következtében a múlt század 50-es éveitől tartott mondjuk a 80-as évek végéig a magyar jogszabályozás is eljutott odáig, hogy nem volt bizottság, hogy nem kellett megalázni az érintetteket, vagy nem volt ilyen szándék, hanem mindenkinek a saját lelkiismerete szerint lehetett afelől dönteni, hogy a terhesség első 12 hetén belül meg akarja tartani a magzatot, vagy nem akarja meg akarja tartani. Ez olyan jó, ez olyan jó, olyan szépek ezek az eufémizmusok, amik felmerülnek az abortussal kapcsolatban, hogy meg akarlak-e tartani. Tehát mondjuk én is, hogyha mondjuk az édesapád lennék, és akkor azt mondanám, hogy nem akarlak megtartani, és akkor így rám nézni, hogy édesapám, nem akarsz megtartani, és a következő lépés az lenne, hogy egy ilyen fejszét belevágok a fejedbe. Hát és akkor így, ha úgy fejezném ki ezt, hogy én nem akarlak megtartani. Tehát hogy nem az, hogy meggyilkollak téged kvázi, érted? Nem fejszét, de történelmileg ez úgy néz ki, hogy miért volt ebből cirkusz. Azért volt ebből cirkusz, mert amikor még az egyház úgy gondolta, hogy az emberek magánéletébe is be kell avatkozni, akkor mindenfajta ilyen lelkismeretfurdalásokkal, meg bűnkövetszel édesfiammal megpróbálta a hatalmát fenntartani. Ennek egyik nagyon jó példája volt az, hogy csak azért szabad szeretkezni, hogyha gyereket akarsz magadnak, a szeretkezés, tehát ha öncélú és házasságon kívüli, akkor bűn. A fogamzásgátlás az bűn. Mert a teremtő nem akarta azt, hogy az önkielégítés bűnt. Most egyre inkább kiszorult ezekről a területekről, mert nevetséges és avultá vált. Maradt egyetlen egy terület. De összemosol dolgokat. Maradt a művi terhesség megszakítás, ahol még lehetett egy kicsikét zsarolni azzal. Művi terhesség megszakítás. Hát mert te így nevezed. Én úgy hívom, hogy gyilkosság. Hát most érted? Hívhatjuk ezt így is, úgy is. Hát most érted? Az a neve. Én is hívhatom úgy, hogy a te fejednek a fejszésítése. Hogy azt mondom, hogy én fejszésítem a fejedet. Most miért ne fejszésíthetném a fejedet? Most kevéssé fejszés, később fejszésebb lesz ettől. Jó. Szóval te behevültél, én meg azt mondom, te viszont hogy nyugodt ha vagy. Embereket gyilkosnak neveznek valami miatt, akkor meg kell vizsgálni, hogy valóban gyilkosságot követnek el, vagy sem. Vizsgáljuk. Tehát ugye azért nevezzük művi terhesség megszakításnak, mert van a spontán terhesség megszakítás is, ezt nevezzük vetélésnek, tehát akkor, amikor minden ötödik terhesség azzal fejeződik be, hogy a természet kilöki magából a magzatot, ez a spontán abortusz. Egy kicsikét akkor 5 percet adjál nekem, hogy olyan esélyeket. Tök jól ismertetted most az egyéb eseteket, tehát létezik nem. Egyébként természetes halál, amikor nem én fejszésítem a fejedet, hanem mondjuk a villamos gyűr maga alá, és akkor villamosítva leszel. Ez a természetes halál, ez nagyon gyakori, hogyha így mondjuk a dolgot. Jó, akkor Péter de most egy kis történet, ez hogy mondjak el 5 percet. Ugye van a katolikus egyháznak egy ilyen tanítása, egy ilyen jelszava, hogy békességet az anya mélyben. Ezzel mondják azt, hogy hagyni kell a magzatot békén, majd ő meg fog születni, nem igaz. Itt egy alapvető félrevezetésről van szó, ha megnézzük magát a felmutatást, erre kérem az 5 percet. Az ugye úgy néz ki, hogy amikor a megtermékenyítés elkezdődik, akkor az egy harc. Ott egy percnyi békesség nincsen, a sok-sok kis sperma ottan mozgolódik, és amelyik a legerősebb, az annak sikerül megtermékenyítés, és a többi elpusztul. Na most ez tehát már egy harc. A következő harc az akkor van, amikor sikerül a zigótának, ez még nem magzat, ez még zigóta, beágyazódnia a petefészekbe, akkor az anyuka általában onnan tudja, hogy terhes, hogy hány ingere van, ezt a szervezet úgy tekinti, mint mérget, idegen testet, ami bekerült, és attól függően, hogy melyik hormon az erősebb, és mennyire életképes a magzat, attól függően löki ki magából, vagy fogadja be. Akkor szűnik meg a hány inger, amikor befogadta. De ez is egy harc. Az is harc, amikor az egyre inkább fejlődő magzat egyrészt megpróbálja kitágítani a teret, ahol van, másrészt elszívni a nyugától mindent, ami élelmiszer, ez az anyatest,
és a magzattest közötti háború. Ez egy nagyon kemény háború. Minél fejlettebb a magzat, annál erősebb ez a háború, romlik az anyukának a foga, és így tovább. Aztán, amikor a szülés indul meg, ugye akkor az a készítés, hogy tessék ott kidöködni, akkor tágít a magzat, mint az is, és rúgdal is ki akar jönni. Tehát még egészen addig a pillanatig, ameddig a magzat meg nem, a kisdet meg nem születik, addig az lenne a baj, ha békesség lenne az anyamében, mert akkor elpusztulna a magzat. Nincs békesség, folyamatosan háború. Jó, most te így elmondtál egy ilyen, mondjuk a természetes szelekciónak egy folyamatát, ami nyilván arra utaló folyamat, hogy a legerősebb maradjon életben. Hadd reagáljak. Várjál, még van ez tehát az, ami a természetben zajlik le. Az emberi társadalomban nem csak természetes kiválasztódás van, hanem van tudatos kiválasztás is. És valahogy úgy alakult az emberiség története, hogy egyrészt jogilag azt mondja, hogy jogképesnek csak a már megszületett csecsemőt tekinti, tehát amíg nem született meg, azt nem tekinti jogképes, nem örökölhet például, és így tovább. Másrészt pedig éppen azért, mert nincsen tökéletes fogamzásgátlás, ezért általában lehetővé teszi, hogy a terhesség korai szakaszában valóban dönthessen a terhességet viselő anyuka, hogy ezzel a gyerekkel, ezzel a picikével mi a szándéka. Azért a 12. hétig, mert addig a magzat semmilyen fajta az emberi nemre jellemző specifikumot nem mutat. Ennyi a történet csupán. Na most ebből milyen, persze... Milyen specifikumot nem mutat? Emberit? Igen. Aha. Tehát addig a törzsfejlődésnek azt, hogy a végigjátsz... Tehát amikor az abortusz végzik, akkor ő nem mutat emberi specifikumot. Nem. Tehát karja van, igen, lába van, igen, feje van, tehát hogy konkrétan nincs szíve van. Nincsenek érzelmei. Tehát akinek nincsenek érzelmei, azt meg lehet ölni. Akkor mi a véleményed arról? Bocsássak. Ha már megszületett embert nem lehet megölni. Most akkor Robi kap 5 percet. Hadd kérjek én 5 percet. A már megszületett embert nem lehet megölni, és ide most kiraktál egy felkiáltójelet, nem tudom, hogy mire hivatkozva. Tehát, hogy mitől, mi az a határ, hogy a már megszületett embert nem lehet... Aha, jó, akkor végigmondom, jó? Megengeded? Ez a határ. Hadd reagálj, de ez a határ nálad, mert te azt mondod, hogy nálad ez a határ. Nem nálam, te szerinted ez nem a határ. Nálam, a fejlett hol? Kultúrákban ez a határ. A fejlett kultúrákban, na ezt szeretem, tehát ezt a fajta érvelést, amikor azt mondjuk, hogy a fejlett kultúrákban ez a határ, hivatkozva arra, hogy aki nem úgy gondolkodik, mint én, az nem olyan fejlett, mint én. Az nem. Elmaradott, az maradi, az őskövület, nem, az, aki nem így gondolkodik. Nem, hát ezt mondtad gyakorlatilag. Nem, tehát ezt mondtam, így, azt mondtam, hogy a fejlett kultúrák intellektuálisan és társadalmilag diszkriminálod az én véleményemet, mondván, hogy az én véleményem fejletlenebb, mint a te véleményed, hivatkozva, hogy a fejlett kultúrákban te veled értenek egyet, velem pedig a primitív kultúrákban értenek egyet. Tehát ne vonjuk magunkat szellemi gyámsága alá az úgynevezett fejlett kultúráknak, álljunk ki magunk az érveink mellett, vagy az érveink mögé, és akkor majd meglátszik, hogy melyikünknek lehet igaza. Nyilvánvalóan nem fogjuk egymást meggyőzni, de hát ez egy rádiósó, az a cél, hogy csináljunk műsort. Azt mondtad, hogy ne legyen béke az anyamében, hanem harc kell, hogy legyen, különben, ha ez a harc ez nem működik jól, nem, ez a, ha béke lesz, ahogyan a római katolikus egyház kívánja, akkor a magzat meghal. Jó, hát az emberi társadalmakról is el lehet mondani, hogy harcok sorozata zajlik idekint is, nem csak oda bent az anyaméhben. Egyikünk elszívja a másikunk elől az éltető nedűt, az életet, az élet energiát. Azt mondod, hogy a magzat az elszívja az anyatest elől az energiákat, meg különböző anyagokat, ezért az anyukának elkezd rohadni a foga, stb. Most nem hasonló a helyzet abban az esetben, ha mondjuk én vagyok a te munkaadód, és kizsákmányollak téged. Nem. Elszívom előled a pénzt, az életenergiát, erre hivatkozva, te pedig azt mondod, hogy nincsen túléled, béke. Akkor nincs békesség a társadalomban, ahogy az anyaméhben sem. Az anya szervezete úgy reagál a bejutó spermiumra, hogy mint mérget tekinti, és kiválaszt ellene bizonyos anyagokat. Hogyha én tegyük fel ebben a társadalomban, én te rád úgy tekintek, mint méregre, és az én szervezetem bizonyos anyagokat termelenek hatására, ideges leszek, felmegy a pulzusom, akkor jogom van téged megölni. Azt akarod mondani, fejszésítem a fejedet, és akkor azt mondod, hogy erre teljesen igazam van, és hogyha azt mondja a pápa, vagy azt mondja akárki, mert nekem tök mindegy, hogy a pápa mondja, vagy a dalai láma mondja, vagy teljesen mindegy nekem, hogy ki mondja. De valaki azt mondja, hogy legyen béke,
akkor erre az a hivatkozás, harc, harc, az élet harc, minden fronton meg kell harcolni az életért, hát én sem tettem, más csak harcoltam, hát igen, megöltem egy embert, történetesen ez történt. Ettől még a gyilkosság gyilkosság, ezzel nem lehet felmenteni, ezzel egy gyilkos nem lehet felmenteni a gyilkosság alól, azzal a frázissal, hogy az élet harc, az élet nem csak az anyaméhben harc, az élet az anyaméhen kívül is harc, gyilkolni pedig nem szabad. Hát, igen, igen, Robi azt mondja, hogy itt kincselegyen. Hát mert jelenleg ilyenek a törvények, de hát a bíróságon... És még inkább ilyenek lesznek. Jó, a bíróságon Dantont is elítélték, a bíróságon elítélték Sophie Scholl-t, a nácik, könyörgöm, rengeteg olyan bírósági döntés született, bíróságon ítélték el Jeanne d'Arcot, bíróságon ítélték el Kopernikuszt, bíróságon ítélték el a világ Robi, legnagyobb tudósait, legnagyobb szellemeit, mind bíróságon ítélték el. Tehát a bírósági döntésekre, meg a fejlett kultúrákra hivatkozott. Megint kiabálsz. Jaj, köszönöm, moderálj kérlek egy kicsit. Moderálj egy kicsit. Hogyha tovább kiabálok, akkor lehet, hogy abortálva leszek, nem? Nem, csak azt mondom, hogy nem mondtam az a másik részét. Halljuk a másik részét. Ez a harc, ami az anyamében zajlik, ez egy dinamikus folyamat, amelyben együttműködés is van, kooperáció is van. Tehát az anya mindent megtesz annak érdekében, hogy ebben a harcban a magzat megmaradjon. Ez ezért ilyen nagyon izgalmas és szép folyamat, hogy anyuka hajlandó többet tenni, hajlandó szenvedni, annak érdekében, hogy mind a ketten megmaradjanak, és a magzat megszülessék. Ha a társadalmi harcot úgy fogjuk fel, nem úgy, ahogy te mondod, hogy csak kizsákmányolás van, hanem van kooperáció is, akkor természetesen az a harc, ami mindig lesz a társadalomban, az egy kiegyensúlyozott játék eredmény. Tehát akkor az anyamékben is lehet, hogy van kooperáció is, meg harc is. Az is egy hasonló közeg, de mint a mindenkinek van. Sincsen. Tehát idekint, nem, az anya szervezete... Nem is mondjuk, kell, hogy legyen. Mondjuk az anya szervezete... Akarja, az anya szervezete akarja elpusztítani a harcot, tehát mondjuk ezt nevezhetjük egy ilyen állati reakciónak, egy ilyen természetes reakciónak, és az anya, a tudatos lény akarja megmenteni. De ez nem feltétlenül így van. Nem, most nem, ezt mondta Péter. Na igen, de szerintem abszolút nem is így. Hát ugyanúgy az anyának az állati ösztönei... Hát révén ugyanúgy föl is akarja nevelni, ki is akarja hordani. Igen, direkt többet akar enni. Alapvetően... Amit én szeretnék kérdezni majd tőled, Robi, hogy semmilyen esetben nem támogatnád ezt a abortuszt? Tehát, hogyha tudod, hogy szellemi fogyatékos, vagy értelmi csökkent, én az abortusz minden esetben egy borzalmas dolognak tartom, de három esetben el tudom ismerni azt, hogy vagy el tudom fogadni azt, hogy létezik olyan körülményrendszer, amikor rá lehet bízni az anyára. Tudom, a pápa az zéró toleranciát hirdeti, én nem a pápának az álláspontján vagyok, kevés tekintetben vagyok egyébként a pápával egy platformon. Három esetben. Az egyik eset az az, hogyha az ultrahangos felvételen bizonyíthatóan látszik, hogy valamilyen testi fogyatékossággal fog megszületni, vagy szellemi fogyatékossággal fog megszületni a gyerek, ebben az esetben rábíznám az anyára. Igen. Abban az esetben, hogyha az anya életét veszélyezteti a szülés, abban az esetben rábíznám az anyára, és abban az esetben, hogyha nemi erőszak előzte meg a terhességet, abban az esetben is rábíznám az anyára. Ebben a három esetben tudnám rábízni az anyára, de a belső logikájában, ennek a dolognak, ahogyan én érvelek, a belső logikája még ezt sem engedné meg, csak hát igen. Az emberben van némi humanitás. Igen, tehát most az anyával szemben nem tudok humanitást érezni, hogyha az az érve az abortusz mellett, hogy nincsen saját külön lakása és a szüleivel él. Vagy hogyha az a hivatkozás az abortusszal kapcsolatban, hogy ő részeg volt aznap este, amikor dugott. Lehet a gyerek. Tessék? És ennek következtében fogyatékos lehet a gyerek. Mondjuk, hogyha hívott, akkor az egy nem érőszak is lehet. Igazából lehet, de nem az. Csak hívott. Dehogy nem. Jó, a nők tudjuk jól, hogy a nők könnyebben szétteszik a lábukat, hogyha pihen. És ez egy büntetőjogi kategória. És ez a téma, ez nem az. Miért lennék én közönséges? A nők nem teszik szét könnyebben a lábukat, hogyha piásak. Na, szóval azt akarom csak mondanom. Nem ezt tapasztaltad? Hogy nem ezt tapasztaltam, valószínűleg nem a lábukat teszik szét, szóval azért, hogy kezdesz közönséges lenni. Miüket teszik szét? Várjál, mert most ez most már engem érdekel. Valamit tudsz a nőkről, amit én nem. Hogy visszatérjünk arra, amiről elkezdtünk beszélgetni. Tehát kialakult az a társadalmi gyakorlat, hogy a méhen belüli fejlődés viszonylag korai korszakában, igen, azt mondták az emberek, hogy nem tekintik gyilkosságnak, csak nagyon rossz dolognak, borzalomnak, azt, hogyha valaki mindezek ellenére mégiscsak úgy dönt, hogy nem akarja megszülni a gyerekét.
borzalomnak. Ez az állapot. Ez a kifejezés, hogy borzalom. Tehát, hogy ez érdekes ezt egyébként. Nem kötelező ezt a borzalmat átélni, és mégis a nők azt figyeltem meg, hogy így sajnáltatják magukat egy abortusz után, hogy milyen szörnyű volt, mert és hogy ők hogy szenvedtek. De mit szólnál ahhoz, hogyha én fejszésíteném a fejedet, és utána teleharsognám itt az étert a rádión keresztül, hogy olyan szörnyen érzem magam, úgy érzem, mintha valami bűnt tettem volna, és most hetekig nem fogok tudni normálisan enni, meg aludni. Tehát, hogy így nem kellett volna megölni esetleg, és akkor most nem lenne probléma. Nem bűnösnek érzik magukat, csak nagyon életük végig arra gondolnak, hogy mi lett volna, hogy tudom, mert van erre a tapasztalatom közvetett, hogy mi lett volna, hogyha az a gyerek megmaradt volna. De még egyszer mondom, nem szociális, tehát mindenfajta indoklás nélkül a mai fejlettebbnek tekintett társadalmakban a magzét élet viszonylag korai szakaszában elfogadják azt a megoldást, mert nincsen tökéletes fogamzásgátlás például, hogy nem akarja megszűnni a gyereket, mint hogy elfogadják a fejlett társadalomban azt is, hogy a szex az nem csupán az utódról való gondoskodásnak az eszköze, hanem önállóvá vált emberi szükséglet élvezet. A kettőnek körülbelül akkor ennyi... De hogy jön ez ahhoz? Hogy jön ez ahhoz, hogy a szex az nem csak az utódlás eszköze, hanem élvezet? Hát már nem a szexről beszélünk, hanem a terhességről. De a terhességben... ez egyik következhet a másikból. Hát ezt csak elmondom neked, mert tudom, hogy nem. A nem kívánt terhesség. Arról van egy szó, hogyha a szex az csak az utódlást szolgálná, akkor nem lenne olyan, hogy nem kívánt terhesség. Ez együtt jár egy felelősséggel. A szex együtt jár egy felelősséggel. Léteznek különböző fogamzásgátlási mechanizmusok. Hogyha valaki nem él ezekkel, beleértve a megszakítás. És ha nem sikerül? De mi az, hogy és hogyha nem sikerül? Elmondom neked, hogy vannak több fázisok. Nem vicceljél már. Nem kell beélvezni, vagy úgy kell beélvezni, hogy az ember gumit hord, vagy úgy kell beélvezni, hogy előtte egy gyógyszert szed, nem? Nem olvastad még el, hogy rá van írva, hogy 60%-os. Jó, én nem használok gumit, én nem használok gumit, de nem azért, mert 60%-os védelmet nyújt, hanem azért nem használok, mert az meggyalázza a szexualitást szerintem, de ez egy másik kérdés. Az viszont egész biztos, hogy az emberi figyelem, hogy az emberi érzék ez a szexualitásban az nyújt 100%-os védelmet. Nem biztos. Jó, hát nézd. Én meg egy valamiben biztos vagyok. Abban, hogy ölni bűn. Na most te neked... De azért mégis van három eset, amikor elfogadod. Igen, három esetben. Én három esetben ezt elfogadom. Tehát igen. Ölni bűn, mínusz három eset. Én ezt a bűnt a határát távolabb teszem. De igazából akkor nem korábban, amit mondasz, akkor lenne az, hogyha azt mondanád, hogy mindenképpen bűn. Abszolút. Nincs három eset. Abban az esetben is bűn. De a törvénykezést azt én ebben az esetben liberalizálnám, pontosan azért, többet engednék, akár megengedném akár ezt is, pusztán azért, mert ebben az esetben szerintem az anyának az anya nem tekinthető felelősnek, vagy legalábbis korlátozott a felelőssége, például nem erőszak esetén. Ez azt jelenti tehát, tehát azért, hogyha kiderülne, ez fölmenti az anyát, nagyon sok, nagyon nagy mértékben. Vagy hogyha be van rúgva. A mai szülési technológia korlátozott, hiszen nem tett róla. De nem, de felelős abban az esetben, de abban az esetben felelős, mert felelős vagy azért a tokai borért, amit megiszol. Nem, ez abszolút nem értek egyet. De a törvény ebből a szempontból ráadásul szigorúbb. Azt mondja ki, hogyha természetes út, tehát az általában a természetben szokásos úton nem szülhető meg a bébi, de elmúlt 12 hetes, de császármetszéssel megszülhető, akkor nem engedi az abortusz. Szigorú, mint amit te mondasz bizonyos szempontból. Vannak itt SMS-ek. Felolvasok néhányat. Az abortusznál rosszabb, amit csinál a kormány velünk. Ja, köszi. Péter, te azért véded az abortuszt, mert a katolikus egyház ellenzi? Mert nekem ez jött le, sajnálom. Nem. Nem azért. Az 5 hetes embrió kezdeménynek dobogott a szíve az ultrahangon, írja az SMS író. Aha. A szíve dobogott, de nincsenek emberi érzelmei. Igen. De nincsenek emberi érzelmei annak a csecsemőnek sem, aki éppen most jött ki az anyjából. De Robi. Tévedsz, vannak. Na igen, és ezt hogy bizonyítod? Én nehezen. Aha. De legközelebb meghívhatunk egy szakértőt, aki ezt elmondja. A fejlett kultúrákból érkező szakértők igazolják ezt, de ugye? De annak a magzatnak vannak emberi érzelmei, amelyik mondjuk erőszakból fogant, és olyankor mégis elfogadod az ő meggyilkolását.
olyankor felmentem az anyát ez alól. De nem törvényileg, fel. Törvényileg. Vagy ezt gondolod, én, vagy ezt. Én azt támogatom, hogy a törvény, is. Én azt mondom, hogy Robi, a törvény ne büntesse ebben az esetben. Én azt mondom, hogy ebben az esetben váljon lehetővé az anya számára az. De egyébként annyira nem jelentős ez a kérdés. Erkölcsileg, etikailag persze jelentős. De itt van az az SMS, amelyik azt írja. Hogy felejtsük már el ezt a nemi erőszakos sztorit, mert hogy létezik ilyen aktus utáni tabletta is, meg injekcióval is ellen fajtani. Aktus fontos, után, és akkor még nincsen zigóta se, azt hiszem. Igen, de van, egy nagyon fontos 24 óra után. Amikor 1992-ben a akciót indított, akkor volt egy 10 pontos követelése, amelyik azt mondta, hogy munkát, lakást, ingyenes fogamzásgátlást, az abortusz tabletta engedélyezését is. Ez 10 pont volt, az utolsó 2 pont szólt úgy, amire hallgatunk érzékeny, hogy azt mondtuk, hogy üssön is a dolog egy kicsikét, hogy először szüljenek a papok is, és akkor aztán az abortusz szigorítását. Tehát, hogy magyarán, hogyha minden, megnézni, hogy melyek azok a feltételek, amelyek jelentős mértékben visszaszoríthatják a mi viterhesség megszorítás. Az ingyenes fogamzásgátlás, a normális emberi élet, a szexuális felvilágosítás. Mi az, hogy normális emberi élet? Tehát mit jelent az, hogy van hol lakni, van mit enni. Aha, és szerinted csak azok végeznek abortuszt, akiknek nincs hol lakni. Komolyan ezt gondolod? Most erre hivatkozol. De mondjuk az megfigyelhető, hogy... Ennek a mindennek együtt. A szexuális felvilágosításnak, az ingyenes fogamzásgátlószereknek, ingyenes és fejlett fogamzásgátlószereknek, és így tovább, ezeknek összességükben lehet nagyon jelentős abortusz visszaszorító hatásuk. Aha. Amikor ezek a feltételek nincsenek együtt, erre jó példa az, hogy mikor volt szerinted az elmúlt 10 évben a legtöbb abortusz, elmúlt 15 évben a legtöbb abortusz. A bokros csomag után. 10%-kal megnövekedett a művi terhesség megszakítások száma. Teljesen, mert rengeteg abortusz van az olyan jóléti államokban is, ahol egyáltalán nincsen bokros csomag. Hogyne? Ez mondjuk egy adat, ezzel már lehet vitatkozni. Jó. Hogy ne családtervezési eszköz legyen, vagy születésszabályozási eszköz legyen az abortusz, hanem kényszer. A legvégső eset arra, amikor úgy döntenek emberek, hogy nem szerintem akarnak. Mit szólnál ahhoz, hogyha a legvégső eset lenne az, hogy én fejszésítem a fejed? És akkor csinálnánk olyan társadalmi programokat, ami felvilágosít engem arról, hogy másképp is lehet vitatkozni a Péterrel, mint hogy fejszét vágok a fejébe. És akkor meggyőzni arról, csak a legvégső esetben vágjam bele a fejszét a fejedbe. És minden más előtte, minden más lehetőséget merítsek ki. Próbáljak beszélni veled, beszélni a környezeteddel, hatni rád máshogyan, ajándékokat adni neked, más formában rábeszélni. Ez is történt a társadalom fejlődés során. A rabszolga nem volt embernek tekinthető ugye annak idején, a rabszolgát bármikor meg lehetett büntetlenül ölni. Ahogy fejlődött a társadalom, egyre inkább közeledtünk ahhoz, hogy a születés pillanatától kezdve az emberi életet mindenek felett tisztelni kell. Fejlődött a társadalom, de te komolyan azt gondolod, hogy most fejlettebb a társadalom, mint a múltban? Hogyne. Nem gondolod, hogy pusztán csak differenciáltabb? Nem gondolod azt, hogy te nem gondolod azt, hogy ugyanolyan primitív, sötét, nem. ösztönök ja, uralkodnak a világban? Én nem magamból indulok ki. Én a Guantanamo-i koncentrációs táborból indulok ki például, vagy az auschwitzi koncentrációs táborból indulok ki, amik a múltban nem nagyon fordultak elő. Az egész emberi történelem során olyan mértékű barbárság, vagy akár a Gulag-szigetekre gondolok, olyan sötét diktatúrák, az embernek olyan mértékű kisemmizése az emberi jogaiból, az emberi méltóságából nem fordult elő soha, mint a 20. században. És akkor te arról beszélsz, hogy a történelem során az emberi társadalmak egyre fejlettebbek, meg egyre magasabb rendűek lennének. Én nem látom fejlettebbnek Hitler társadalmát, mint Otto császár társadalmát. Nem látom, egy cseppet sem látom emberibnek, sőt, embertelenemnek látom. Nem vagyok ilyen optimista, és nem gondolom azt, hogy magasabb rendű lenne a jelenlegi társadalom. Ez csak a te illúzió, mert a változást azt fejlődésnek látod valamiért. Ah. Mert szeretnél hinni a fejlődésben. Éppen mert szeretnél abban hinni, hogy eljuthatunk A pontból B pontba. Éppen az történt, ha már erről beszélünk, hogy a legutolsó abortuszpárti vezető politikus Hitler volt, aki úgy gondolta, hogy a zsidókból ki lehet bármikor, meg a cigányokból bármikor ki lehet a gyereket hajtani. Őket, tovább lépett az abortuszon, és magát az anyatestet, ahogyan te fogalmaztál, gyilkolta meg, ahelyett, hogy a magzatot abortálta volna. Szerencsére ez a fejlett világ, amelyikben érünk, ez legyőzte ezt a társadalmat. Legyőzte.
Igen. De hogyha mondjuk sikerült volna megszerezni a csodafegyvert Hitlernek, ugye? Akkor nem győzte volna le, és akkor most másképp gondolkodnál a fejlődésről, ugye? De a történelemben nem az akkorháról beszélünk, hanem arról, hogy mi történt. Hát mi történt? Most talán fejlettebb a társadalom. Most, hogy a világ népeit, a nyugati civilizáció kisemmizi, kizsákmányolja, rabszolga munkában tartja, az, hogy az afrikai nyomorult éhező gyerekeknek, nyomorultaknak a gyógyítható betegségeit sem kezelik, holott gyógyíthatóak ezek a betegségek, senki nem segít rajtuk, az, hogy az Amerikai Egyesült Államok, amik a világ vezető hatalma, koncentrációs táborokat tart fenn többek között Kelet-Európában, talán éppen ebben az országban is. Ez a tény, ezek a tények, ezek azt mondhatják veled, hogy ez a világ, ez a mai társadalom bármivel is fejlettebb, mint a korábbiak, pusztán csak azért, hogy az abortáló nők szennyesét most. Nem. Nem ezért mondom, és mondom, te, mindig ezt tapasztaltuk ebben a vitában annak idején, hogy aki szélsőséges módon tiltotta volna az abortusz, az üvölt. Mi meg nem üvöltöttünk. Azért ez is egy... Soha. Próbálj meg arra figyelni, amit mondok, ne arra, ahogyan, jó? De a kettő nem választható el egymástól. Ahogyan mondod, az nem választható el, tehát mondasz. Akkor ez az érvet, hogy azért nincs igazam, mert üvöltök. Jó, oké. Ez is egyfajta érve, egyébként lehetséges, hogy igazad van. Lehetséges, hogy igazad van, ezt mondom, már döntsék el a hallgatók. Megszólalhatok. Tehát egyrésztről a Robinak ilyen a stílusa, másrészt Péternek lehet, hogy valamiben igaza van. Már nem feltétlenül abban, hogy az minősítené megmutatná a Robi mondanójának minőségét, hogy ezt hogyan adja elő. Ez az, ne rólam beszéljünk arról, amit mondok, beszéljünk az abortuszról. Te személyeskedsz, te belemész az én személyembe, arról beszélsz, hogy én milyen ember vagyok, ha üvöltözöm. Mondtam, de tudod mit, Péter, én egy szaralak vagyok, mert üvöltözöm. Akkor ezt most megállapítottuk, és akkor menjünk, beszéljünk az abortuszról a következőben, ha szabad kérnem. Jellemzője volt ennek a vitának az, hogy akik az abortusz teljesen vagy majdnem teljesen betiltották volna, azok kivétel nélkül üvöltöttek. De tényleg? Na hát akkor ez minősíti ezt az álláspontot, ugye? Tehát akkor, mivel hogy belülről, tehát a dolognak a belső logikáját tekintve elfogynak bizonyos érvek, ezért aztán a stílusról kezdünk el beszélgetni. Nem értem, hogy miért kell hozzá üvöltetni. Én meg azt nem értem, hogy miért nem tudunk a témáról beszélgetni. De hát se baj, hiszen tud erről beszélni nekünk Kata. Az orosz képviselők komolyan vették elnökük Vlagyimir Putyin kijelentését, miszerint mindent meg kell tenni a lakosság számának növekedése érdekében. A Dumában ugyanis benyújtottak egy törvénytervezetet, amely jövőben megtiltaná nők számára az abortuszt, amennyiben férjük az hivatalos formában nem engedélyezi. A Rodina nevezetű párt képviselői által összeállított tervezet szerint, amennyiben a jövőben egy férjezett nő úgy dönt, hogy elveteti magzatát, előbb házastársától kell engedélyt kérnie. A jelenlegi jogszabály szerint a nő maga dönthet a terhesség megszakításáról. A párt szerint ez a törvény sérti a férfiak jogait, akik szintén hozzájárulnak az új élet létrejöttéhez. Ritkán mondok ilyet, de van igazság abban, amit Putyin mond konkrétan. Tehát az a gyerek, az a magzat, az az apái is, nem csak az anyáé, nem csak az anya dönthet róla. Csak éppen az anya testéről van szó. Az anya a magzat testéről van szó. Egy mondatot csak a hírhez visszatérve. Nem az anyamáját veszik ki, nem erről szól az abortusz, vagy rosszul tudom, vagy az anyának a tüdejét veszik ki. Nem. A magzatot veszik ki, ami nem csak az anyáé. Az apa egészségét mennyiben kockáztatja az abortusz? Mi az, hogy akkor nem kell abortuszt csinálni, az a kockáztatja, most már elkezdtél érvelni az abortusz ellen, eljutottunk ide. Én sosem mondtam azt, hogy mondjuk a terhesség az mennyiben kockáztatja az apa egészségét. De mi az, hogy... De hát várjál, ha... Mert van olyan, hogy ha terhesség kockáztatja az anya egészségét, akkor nem arról a fajta abortuszról van szó, amit én vitatok, vágod. Nem erről beszélt a Kálmán, mert körön kívül kerültünk, érted? Egy mondat az, hogy azt viszek ahhoz, hogy fél ezer ember tüntetett az abortusz szigorítás mellett, amikor a cirkusz volt 1992-ben, akkor csak a Fix Egyesület 30 ezer aláírás tudott összegyűjteni nagyon gyors idő alatt, amellett, hogy az a szabályozás maradjon meg, ami korábban volt. Na most, én nem mondom azt, hogy mindig a többségnek van igaza, de hihetetlenül népszerűek voltunk. Az egyház is gyűjtött aláírásokat, állítólag felgyújtották azt a 3000-et, amit sikerült összegyűjteniük. Van egy jó csomó SMS. Azért most elkezdem felolvasni őket. Már nincs sok hátra a műsorból. Szerintem mind a kettő elmondtuk a magunk két tárkosnál. Azt javasolnám, hogy maximum röviden kommentáljuk. Sziasztok! Péter sok hülyeséget mondott, például a magzat jogképes, örökölhet, és nem. 12 hét után is el lehet végezni, csak okosan. Baromság... A magzat nem örökölhet. Baromság, írja Lizi. A 12 hetes magzatnak minden szerve megvan és működik. 6 hetes kora óta ver a szíve. Érzelmei is vannak, például fél a bevezetett eszköztől, sőt az ultrahangtól is.
Ez a Néma Sikoly című filmből derül ki, a filmfűzöm hozzá hamisítvány. Igen, hamisítvány. Persze, az kompjúter animáció, persze. De tényleg az! Jó. A nemi erőszakot vegyük ki, mert az aktust követő 72 órán belül egy injekcióval megoldható a kérdés, az áldozat legtöbbször úgy is elmegy orvoshoz. Jogos. Ne haragudjatok, de szerintem Cséh Kádár Péter teljesen hiteltelenné teszi a műsort. Idézetként és tényként állítja be a saját gondolatait, jelöljön meg forrást, vagy hogy hiteles legyen, írja az SMS író. Mire? Egy nő sincs köztetek. Nem gondoljátok? Ezt én is mondtam. Igen. Ha tudnál nővé változni, már régen megtörtént volna. A nő hadd döntsön, így is élete végéig hordja a maga keresztjét. Engednéd az abortuszt, ha megerőszakolták. Tehát az anya akarata ellenére történt a fogamzás. Akkor is lehet akarata ellenére, ha nem erőszakolták meg. Ha megerőszakolták, akkor az anya joga dönteni a gyerekről, egyébként meg nem. És mikortól nem csecsemő a gyerek? Meddig nem bűn az abortusz? Miért pont két sej találkozása a határ nálad? Egyébként borzalmas az abortusz. Megmondom, mivel hogy én nem tudom, hogy hol a határ. Nem tudom, mert kicsi vagyok és kevés vagyok ahhoz, hogy megmondjam, hogy hol a határ az ember és az zigóta között. Ezért aztán nem is kísérleteszem, hogy megtudjam, hogy hol a határ, és azt mondom, hogy tekintsük életnek azt, ami létrejött az anyában. Azt mondta, hogy élet, azt mondtuk, hogy a megszületett élettől kezdve jogképes. Jó, hát, jó, te meg arról beszélsz, hogy mikortól van pszichéje, meg mikortól nincsen pszichéje. Jó, de mondjuk lehet menni odaig, hogy fejlett tudósokra. A férfiak önkielégítése az nagy tömegben elkövet egy gyilkosság. Sőt, a menstruáció is. Jó, hát szerintem ez abszurd és nevetséges. Behozhatjuk a Monty Pythont, hogy hiteltelenítsünk álláspontokat. Nem, valahol meg kell húzni a határt, hogy mikor. Tehát a megtermékenyülésnél húzzuk meg a határt, azt javaslom. De miért pont ott? Én meg azt mondom, hogy előtte. Petesejt nélkül nincsen élet. Érted? Petesejt nélkül nem húzhatod meg az élet határát. Mielőtte nem születtél meg a szüleid, a szüleid jó, voltak. Akkor a fodrászolás is gyilkosság. Sőt, a vérvétel is az. Na. Ha csak annyi abortusz lenne, amennyi a fogamzásgátlók hiba százaléka, akkor nem tízezrekben mérnék az abortuszok számát Magyarországon. Világít rá a lényegre az SMS író. Ne vizsgáztassál, hanem mondjad, mert biztos tudod. 14 000. Na, díme. Úgy gondolom, etikailag nem érzésektől, hanem az agyműködés kezdetétől nevezhető önállónak az embrió élete. A másik SMS író, nincs igazad, semmilyen körülmények között sem veheti el egyik ember a másik életét. Milyen jogon? Hát igen, ez egy jól védelmezhető álláspont. Hát jobban, mint az enyém. Jogszabályi jogon. Hát persze, hát a zsidókat azokat jogszabályi jogon, a Nürnbergi törvényekben meghozott jogszabályi jogon vitték el Auschwitzba és gázosították el. Úgyhogy a jogra hivatkozni az etikával szemben az mindig nagyon-nagyon ingoványos terület, kedves Péter. Robi, ne csináljunk már a multiknak minimálbéren tengődő alattvalókat. Hát a minimálbér sem biztos, írja Zlotyi. Robi gyermekeinek száma kérdőjel. Hát az én gyermekeimnek a száma az nulla, de az én gyermekeimen elvégzett abortuszok száma is nulla. De hogy a megszakított közösülés az abortusz, nem? Miért lenne abortusz, amely szakított tudsz beszélni, hogy az elképesztő. Nem tetted, lehet, hogy megtennék egy ítés, megakadályoztad. Jó, de hogyha nem megyek el egy randira, az is abortusz, mert nem tettem lehetővé a megtennék. Jó, persze, mondom, hozzuk be a Brian életét, meg a gyaloggaloppot, így lehet egy témát teljesen hitelteleníteni. Lehet, hogy még tovább fejlődik majd a társadalom, és eljutunk végre oda, hogy az abortusz gyilkosság. Egy kis nyáladzás, Robi, ma király voltál. Hát ez király. Miért pont a sperma és a petesej találkozása az a pont, ameddig a szülők dönthetnek arról, hogy vállalnak egy gyereket, vagy sem? Tődik fel a kérdés. Úristen, mennyi SMS-t kaptunk. Nem fogom tudni felolvasni ezeket. Egyszerűen nem tudom felolvasni, mert ez valami elképesztően sok. Hihetetlen mennyiség. Nagyon bemozgattuk a hallgatókat. Terry Blackett hívjátok majd ő átváltozgat nektek. Forgatja a nemi szerveit. Hát igen, ez a csigák azok, akik képesek arra, hogy megtermékenyítsék magukat, ugye? Jó, a kapott SMS-ekből kiindulva ez érdekli a társadalmat, és még sincsen erről a társadalmi vita. Volt. De most nincs lezárva, látod, nincsen lezárva. Nincsen, de azért nincsen róla a társadalmi vita, mert amikor nyugvófontra kerül egy kérdés, akkor nem célszerű állandóan bolygatni. Fú, de mennyi azok, van. Azok, akik úgy gondolják, hogy az abortusz gyilkosság, gondolhatják nyugodtan így. Akik úgy gondolják,
hogy ők egy kicsikét később is szeretnének dönteni, azok is gondolhatják úgy. Amit annak idején mondtunk a FISZ-ben, hogy nálam nem dönt az állam, az abortusz magánügy, ez történt meg majdnem. Én igazából ebben a kérdésben csak nőknek engednék beleszólási jogot. Tehát mondjuk, ha erről törvénykeznek, a nők hozzanak erről törvényt. Az én gyerekemről is szó van, könyörgöm. Egyrészt nem csak nőkön végeznek abortuszt, mert hogy az abortusz nem az anyán végzik, hanem a magzaton, és a magzat az pedig lehet férfi is, lehet nő is, sőt, az apát is kérdezzük meg erről, mert igenis joga van erről dönteni. Meg is van kérdezve, csak nincs a joga dönteni. Sajnálom, hogy ennyi volt a mai műsor, de hát ez van. Ez volt a mai abortusz külön számunk, egy kis pengeváltás, remélem, hogy élveztétek, az SMS számából kiindulva biztosan. Na, sziasztok! Sziasztok!